Egyik ismerősöm megkérdezte tőlem a múltkori videóimat nézegetve, hogy mi történik, hogy mostanában trauma oldásokkal, meg trauma témakörökkel foglalkozok, ez engem ennyire érdekel, ugye följön itt Gábor Máté, mindenféle dolgok, és hogy azt hitte, hogy ugye itt csak kandida történet van. És mondtam neki, hogy igazából mindig is érdekelt, hiszen az öngyógyításnak az egyik lépéskörre a trauma oldás, de ugye belementünk itt már abba is, hogy szülésfelkészítés, kellemes szülés élményt akkor lehet elérni, hogyha a traumáinkat feldolgozzuk. Mert a szülés közben egy olyan transzba kerülünk, ami során még jobban megkapjuk ezeket, hogyha nem vagyunk rá felkészülve. És hát én ezt megtapasztaltam az elsőnél, és ezért a másodikra nagyon készültem, és ez is egy témakör volt ugye a csatornán. Hozzáteszem, hogy nagyon sok mindennel el vagyok maradva, mert nagyon sok mindenbe szerettem volna többet beletenni, mint amennyire jutottunk, hiszen ezek sem voltak még igazából teljesen kibeszélve. De több téma is összekezd fűződni most már, hogyha figyelsz. Tehát, hogy jön ide a trauma? Egyrészt a múltkor elmeséltem, hogy ugye minden betegségünk háttere mögött állhat egy trauma, egy lelki trauma. Ugyanakkor gyerekkori traumáinkat is úgy hordozunk magunkban, hogy szinte sokszor nem is tudunk róluk. Na most akárhol nézel erről könyvet, vagy videót, mint például akár Gábor Máténak a tanításait, ő nagyon-nagyon jó a traumák feldolgozásában, elmondják, és ennyi már nekem is leesett, hogy a legjobban akkor tudunk segíteni valakin, akinek traumája van, hogy fel tudja oldani, hogyha egyszerűen acknowledge-eljük, tehát magyarul mi a jó szó erre, megerősítjük. Na most hogy értem ezt? Úgy értem, hogy tegyük fel, biztos neked is van olyan barátnőd, akinek van valami fájdalma, teljesen mindegy, hogy ez akut vagy krónikus, magyarul teljesen mindegy, hogy tegnap történt, vagy mondjuk évek fájdalmait hordozza magában, amit mondjuk újra és újra elmesél neked, mert nem tud túl lenni rajta. Mit vár ilyenkor az az ember tőled? Ugyanis engem személy szerint többször meg vádoltak életem során azzal, hogy hát csak lököm a sódert, és nem haladok sehova ezzel, viszont azt kellett megtanulnom, és érdekes, hogy ugyanakkor ugye nekem volt traumám, de mégis én vagyok az, aki most erről beszél, hogy neked ezt segítse. Az a legjobb módszer, aki a másik oldalon van ilyenkor, hogy nyomatékosítsa abban az emberben, akitől hallja ezeket a történeteket, hogy megérti a fájdalmát, amin átment, és végre legyen valaki, aki azzal, hogy ezt megteszi neki, el tudja engedni. Tehát hogy néz ez ki a gyakorlatban? Például volt egy rossz szülésed, annak a traumáját úgy tudod feloldani, hogyha valaki meghallgat, és azt mondja neked, hogy igen, megértem, hogy veled ez történt, ez borzalmas, ez fájdalmas, és utána le tudod tenni, mert ki tudtad beszélni magadból. Ennek a másik módja az, hogy a második szülésed sikeres lesz egy esetleg, és mondjuk annak a pozitívuma ki tudja oldani ezt a traumát. Baráti szituációban, vagy családi szituációban, ez pedig úgy néz ki, hogy mondjuk meghallgatod a barátnődet. Jobbik esetben, mert ugye szokták mondani, hogy amikor már a barátaink az agyukra mennek, akkor ne őket használjuk ingyen terapeutának, hanem fogadjunk egy tényleges terapeutát. Van ilyen is, de amúgy, hogyha valaki a környezetedben elmesél egy traumát, akkor egyszerűen csak meg kell mondani neki, hogy megértjük, együtt érzünk vele, és az a tény, hogy ezt te kinyilatkoztatod neki, segíteni fog neki elengedni ezt a fájdalmat. És esetleg egyre kevesebbet beszél róla, vagy abszolút is tudja engedni. Ez párkapcsolatban egyébként úgy néz ki, hogy amikor kettő embernek vitája van, akkor egy olyan kellemetlen szituációt vettem észre, és gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy szerintem mi nők, aztán lehet, hogy nem így van, úgyhogy szóljatok, de talán mi nők jobban elvárjuk a párunktól, hogy mondjuk beismerje a hibáit, és azt mondja szavakkal, hogy te figyelj, Juliska, igazad van, megbántottalak, rosszul érzem magam miatta, de akár már egy bocsánat is ugye megteszi, hogy
tudatosította magában, hogy ő tehet róla. Most nyilván egyébként a bocs lehet, hogy azért nem fog elég lenni, mert hogy pont az lenne a lényeg, hogy azt szeretné mindenki hallani, aki a sértett oldalon van, hogy a másik fölfogta a bűnösségét ebben a történetben, megértette, és ezt tudatunkra adja. Tehát az, hogy bocsi, csak így odavetve, nem biztos, hogy működni fog. Viszont, hogyha annyit kimond, hogy igen, megértelek, tényleg gáz voltam, az már enyhíti azt a fájdalmat, amit okozott benned. És azt tűnt fel egyébként, hogy mi viszont nők visszaadjuk ezt a párunknak. És nem tudom, mondjátok meg, hogy így van-e, mert nekem azt tűnt fel, hogy egyrészt mi könnyebben mondjuk azt, hogy bocsánat talán, viszont nekem például feltűnt az, hogy lehet, hogy nem adtam meg azt az örömet a páromnak, hogy amikor ő elmesélte nekem, hogy bennem mi a gondja, akkor én ezt aláírjam. Mert ő elmondta a problémát, és mondjuk bennem tudatosodott, hogy igaza van, viszont úgy voltam vele, aztán nem biztos, hogy igaz, de most ez így feltűnt, úgyhogy gondoltam, elmesélem, hogy én kimondom-e neki, hogy igazad van, és bocsánat, vagy csak leírom magam a könyvbe, hogy jó, tényleg igaza van, de nem mondom el neki, mert nehogy már jól érezze magát tőle, hogy tényleg igaza van, inkább megtartom magamnak, és mondjuk elsiklok felette, pedig lehet, hogy ő is könnyebben enyhülne meg, ha csak annyit megtettem volna érte, hogy amikor elmondja, hogy mi baja van, és persze, hogyha ez jogos, ehhez pedig önvizsgálat kell, akkor ezt beismerjem, hogy igazad van, gáz voltam. És ez nem könnyű. Tök mindegy, hogy melyik oldalon áll az ember egyébként, viszont nagyon gyógyító tud lenni, mert néha ennyi elég, hogy a másik azt mondja, hogy azt tényleg rosszul csináltam, és igazad van. Úgyhogy nem tudom, hogy te ezt szoktad-e tenni, vagy nem tenni, és hogy nők vagy férfiak teszik könnyebben. Nekem most ez jött fel, és mivel mindig úgy szoktam a videókat megcsinálni, hogy ami följön, és úgy gondolom, hogy építő, ez most így kijött belőlem. Úgyhogy, ha valami vitátok van, akkor, vagy hogyha valamilyen traumát szeretnél feloldani, akkor érdemes szerintem ezeket figyelembe venni, hogy így segítsél a másik félnek feldolgozni a fájdalmát. Mindegy, hogy a párkapcsolatod, vagy esetleg egy teljesen vadidegen ember, aki azzal keres meg, hogy mi a szíve bánata.